Önök a Polittelevízió híradóját látják, a műsorvezető Deák Mária. Köszöntöm az aktuális nézőit is. Kérem, hallgassák meg, mit kínálunk önöknek a mai híradónkban. Beiktatták Kovászna megye új magyar prefektusát. Sikeres volt az olajgyűjtési akció városunkban. Átadták az Esztelneki új községházat. Tiltakoztak a magzatvédők. Sikeresen mutatkoztak be a csernátoni színjátszók. Szombaton beiktatták hivatalába Kovászna megye új magyar prefektusát. György Ervin 2004-2008 között már betöltötte a kormánybiztosi tisztséget, egy évvel ezelőtt a kormánycsere után leváltották és áthelyezték kormányfelügyelőnek, majd tavaly márciustól kinevezték alprefektusnak. Az országos megegyezés alapján Kovászna megyében az RMDSZ javasolta a prefektust, míg a két alprefektusi tisztség a Demokrata Liberális Pártot illeti meg. Domnului György Ervin i se aplică mobilitatea pentru funcția publică de prefect al județului Kovászna. A Kovászna megyei tanácsgyűlés termében a háromszéki decentralizált intézmények vezetői és a polgármesterek jelenlétében tette le az esküt György Ervin. Kovászna megye új magyar prefektusát Markó Béla miniszterelnök helyettes iktatta be. A tisztség betöltésére a háromszéki területi szervezet egyöntetően György Ervint javasolta. Folytatni szeretném az 5 éve ezelőtti megkezdett munkát, ugyanakkor az önkormányzatok vezetőivel szorosabb kapcsolatot szeretnék kialakítani. Szeretném támogatni a kormányprogramot, szeretnék támogatni minden beruházót, aki hajlandó a megye területére jönni, természetesen mindezt a meglévő törvények keretei között. Markó Béla miniszterelnök helyettes a sajtótájékoztatón elmondta, az etnikum közti kapcsolatok szempontjából nem csak a romániai magyarság, hanem az egész társadalom értéke, hogy az RMDSZ kormányzati szerepet vállalt. A kormánykoalíció értelmében az RMDSZ 6 államtitkári, 5 prefektusi és 10 alprefektusi tisztséget kapott. Markó elmondta, az RMDSZ a kormányzati szerepvállalásban a decentralizációs folyamat folytatását tartja fontosnak, ugyanakkor még ebben az évben szeretnék elfogadtatni a kisebbségi törvényt és véghez vinni az oktatási reformot. A Kézdivásárhelyi Zöldnap Egyesület tagjai más városokhoz hasonlóan nálunk is megszervezték az emberek egészségét szem előtt tartó megmozdulást, az olajgyűjtési akciót, amely ez alkalommal elemgyűjtéssel is társult. A használt olajgyűjtési akciót Romániában először 2009. januárjában Csíkszeredában szervezte meg a Zöld Székelyföld Egyesület. Azóta folyamatosan van rá igény a székelyföldi városokban. A Kézdivásárhelyen nemrég alakult Zöld Nap Egyesület már tavaly bekapcsolódott ebbe a megmozdulásba, és szeptemberben már közösen gyűjtötték az olajat a sepsiszentgyörgyiekkel. Az egyesület tagjai fontosnak tartották, hogy a céhes városban is megpróbálkozzanak a használt étolaj összegyűjtésével. Január 8-án két helyszínen is, a Millennium Parkban és a Gábor Áron téren állítottak fel sátrakat, ahol az olaj mellett használt elemeket is átvettek. Az a célja a legfontosabb, hogy az embereket féljük a figyelmet, arra az embernek a figyelmét, hogy ne öntsék bele a WC-be, ne öntsék bele a kagylóba, ne vessék ki a kukába, hanem hozzá kell inkább nekünk. A rendezvény sikeresnek bizonyult, a nap végére 84 liter olajat és közel 6 kg elemet sikerült begyűjteniük az önkénteseknek, jóval többet, mint a nagyobb városokban. Akik nem tudták a gyűjtőközpontokhoz vinni az égett tétolajat, hétfőtől lehetőségük lesz leadni azt a helyi víz- és hulladékgazdálkodási vállalatnál, amit majd a sepsiszentgyörgyi tegához szállítanak újrahasznosításra. A Zöld Nap Egyesület tervei szerint Kézdivásárhelyen március végén a víznapján újra sor kerül a nagy olaj- és elemgyűjtés akcióra. Átadták az Esztelneki új községházat, amelynek szalagavató ünnepségét január 8-án tartották. A rekordidő alatt felépített ingatlan Esztelnek egyik szimbólumává válhat, s az utolsó lépést jelenti az önállósulás útján, mondotta az ünnepségen Varga Attila polgármester. Több mint 40 meghívott jelenlétében adták át az új községházat Esztelneken, melynek avatószalagát a megyei tanács csúcsvezetősége, a kivitelező cég képviselője és Varga Attila polgármester közösen vágták el.
Vas Albert alkalomhoz illő költeményét két székelyruhás kislány szavalta el, majd a helybeli plébános és páter Tarzicius megáldotta az épületet. Az atya elmondta, az épület és a benne dolgozók a közösséget hivatottak szolgálni. Be fognak jönni az ő ügyes bajaikkal, hogy őket, a polgármester úr és a személyzet is mindig türelmesen meghallgassa, türelmesen végighallgassa panaszaikat, kéréseiket, és amennyiben csak teheti, segítsen rajtuk. Mert ők a községnek nem urai, hanem szolgái. Akik szolgálják a községet, szolgálják a közjavát, de ezért a jutalmat nem az emberektől várják, hanem Istentől. Az új községháza az egykori szövetkezet üzlethelyén a kultúrotthon szomszédságában épült fel, mivel az előző ingatlan nem volt megfelelő a hivatal működtetéséhez. Az építéshez 2008-ban önerőből láttak hozzá, s a számla végösszege 9,5 milliárd régi lej körül alakult. Az építéshez és berendezéshez szükséges pénzösszeget fele-fele arányban helyi, illetve megyei forrásokból teremtették elő, de az önkormányzat még 150 ezer lejjel adósa a kivitelezőnek. Az épület földszintjén találhatók a közönségkapcsolati irodák, az emeleten a polgármester, az alpolgármester és a jegyzőirodája, valamint egy tágas tanácskozó kapott helyet. A Pro Vita Hominis Társaság harmadik alkalommal szervezett csendes életvédő zarándoklatot Sepsiszentgyörgyön. A szentségimádáson és az ezt követő gyertyás felvonuláson közel 100-an vettek részt. Az egyházi rendezvény a magzati életvédelmére irányult. A Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Római Katolikus templomban dr. Sávai János, a Szegedi Hittudományi Főiskola tanára és Dávid György plébános tartott engesztelést a sok millió meg nem született áldozatért. Az egyházi rendezvényen elhangzott, az elmúlt 50 évben világszerte 1 milliárd terhesség megszakítást végeztek, az országban pedig két évtized alatt 10 millió magzatot pusztítottak el. A csendes megmozdulás célja éppen az volt, hogy felhívja a figyelmet az élet szentségére. Isten a gyermekkel adja tovább a szeretetét, és az, ami benne van egy jövendőbeli gyermekben, annak a kibontakoztatása tudja megjavítani majd a mi életünket is, és a jövőnket. A szentségimádást követően az életvédők gyertyákkal a kezükben felvonultak a város utcáin. Azért vagyok itt, három gyermek apjaként és négy unokának a nagyapjaként, mert arra gondolok, hogy minden egyes elpusztított emberi élet véteg bűn a teremtés ellen. A zarándokok a Sepsiszentgyörgyi dr. Fogolyán Kristóf megyei kórház udvarán álló, az anyaság védelmében nevet viselő szobornál elhelyezték a kiengesztelődés gyertyáit, majd együtt imádkoztak a magzati élet védelméért.